19. nap. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Zsidókhoz írt levél, 2. fejezet, 14.-15. vers. A karácsony a szabadulásunkért. Jézus azért lett emberré, mert egy olyan ember halálára volt szükség a bűnök eltörléséhez, aki több, mint ember. Isten a testetöltéskor síralomházba zárta magát. Krisztus nem kockáztatta a halált, hanem választotta, önként vállalta. Éppen ezért jött, nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Márk 10.45. Nem csoda, hogy a sátán megpróbálta eltéríteni Jézust a kereszttől, a pusztában. Máté 4.1.11. És Péter szavain keresztül, Máté 16.21.23. A kereszt a sátán megsemmisülését jelentette. De vajon hogyan semmisítette meg őt Jézus? A zsidók 2.14 szerint a sátánnak hatalma van a halálon. Ez azt jelenti, hogy a sátán félelmetessé tudja tenni a halált. A halál hatalma az a hatalom, amely a haláltól való félelem révén rabságban tartja az embereket. Az a hatalom, amely az embereket a bűnben tartja, így a halál rettenetes erőként jelenik meg. Jézus azonban megfosztotta a sátánt ettől a hatalomtól. Lefegyverezte őt. Elkészítette számunkra az igazság páncélját, amely képessé tesz minket, hogy megálljunk az ördög kárhoztatásával szemben. Hogyan tette ezt? Jézus a halála által eltörölte minden bűnünket, a sátán pedig nem kárhoztathat bűntelen embert. Miután bűnbocsánatot nyertünk, végre romolhatatlanok vagyunk. A sátán úgy szándékozta Isten uralmát meghiúsítani, hogy Isten saját tárgyalótermében vádolja Isten követőit. Ám Krisztusban most már nincs kárhoztatás. Kudarcba fulladt a sátán hitszegése, meghiúsult kozmikus árulása. Nincs ereje már. Reá ítélet vár. Átszúrta őt a kereszt, és nem sokára kiadja a lelkét. A karácsony a szabadságért van, a halál félelemből való kiszabadulásért. Jézus Betlehemben magára vette emberi természetünket, hogy Jeruzsálemben meghaljon helyettünk, mindezt azért, hogy ma félelem nélkül élhessünk lakóhelyeinken. Igen, félelem nélkül, mert ha megszűnt az örömünkre leselkedő legnagyobb veszély, akkor miért bosszankodnánk a kisebbek miatt? Hogy is mondhatnánk, a haláltól nem félek ugyan, de az állásom elvesztésétől igen. Ha a halál, tehát testünk vége, amikor megszűnik a púzus, többé nem félelmetes, akkor szabadok vagyunk, valóban szabadok. Krisztusért és az ő szeretetéért szabadon vállalhatunk minden kockázatot a nap alatt. Többé nem vagyunk a félelem rabjai. Ha a fiú megszabadított titeket, valóban szabadok lesztek.